Vakcina és oltás. Az egészségügyi intézet főigazgatója szerint ez menthet meg mindenkit, aki elkapja a koronavírust attól, hogy súlyos állapotban kórházba kerüljön. Márpedig egyre többen kapják el. A delta variáns ugyanis rendkívül agresszíven terjed. A második oltás után 5-6 hónappal ajánlják a harmadik emlékeztető vakcinát, mert a vizsgálatok szerint az ellenanyagszint folyamatosan csökken. Az intézetben hétfőnként oltanak. Természetesen azokat is várják, akik eddig még nem kérték a vakcinát. Kumin Marianna azonban nem csak az oltást ajánlja, hanem azt is, hogy zárt térben mindenki vegyen fel arcmaszkot. Tünetmentesen fertőz, ezért szükséges a maszk használat és az infekciókontroll szabályoknak a fokozott betartása, amit itt az intézetben nagyon komolyan veszünk. Ez persze kicsit meglassítja az ellátást, mert betegek között szellőztetés, fertőtlenítő letörlések vannak, ugyanígy a folyosón, a padok vonatkozásában is nagyon ügyelünk az infekciókontroll szabályoknak a betartására, a szellőztetésekre, tehát ezt nagyon fontosnak tartom a privát életben is és egyéb vonatkozásban. Mondjuk nálunk is. A folyamatos fertőtlenítés kissé lassítja a működést. A szakrendelések azonban a megnövekedett munka és a jelenleg zajló átépítés ellenére is zavartalanul működnek. A felújítással jól haladnak, több mint 50%-os készültségben van az új épületrész. A gépészeti elemek a helyükre kerültek, így már visszazárták a tetőt. Februárra a tervezett határidőre mindennel elkészülhetnek. A koronavírus járvány negyedik hullámában azonban türelmet kér a betegektől a főigazgató. A legtöbb osztályon ugyanis előre időpontot kell kérni, ezért gyakran foglaltak a telefonvonalak. De van más lehetőség is az előjegyzésre. A telefonon kívül van lehetőség a webes online előjegyzésre, van lehetőség a szakrendelő közvetlen számát hívni, vagy a szakrendelő e-mail címén jelezni, hogy miről van szó, vizsgálat, vagy gyógyszer, vagy kontroll, vagy új probléma. Aznap kap választ mindenki. Most a legújabb, amit szintén bemondunk a telefonhíváskor, hogy visszahívást teszünk, tehát aki egyszer, és nem kell kérem szépen négyszer-ötször telefonálni, egyszer kell telefonálni munkaidőben, és visszahívást kap az adott osztályról. A most zajló önkormányzati és állami finanszírozott felújítással jelentősen javulnak majd az egészségügyi szolgáltatások. Emellett a tehetős civilek és cégek segítségére is számít az intézmény. A megújult kuratóriumú kispesti egészségügyi gépműszer alapítvány adománygyűjtésbe kezdett. Ténylegesen az a célja ennek, hogy az ide befolyt összegből tudjuk az aktuálisan felmerülő, amit nem lehetett előre tervezni, mert meghibásodott, megrongálódott műszernek a pótlását. Most jelenleg is van egy egész komoly műszerlista, amit a intézet szakmai vezetőtestülete megtárgyalt, és lényegében a most alapítványi pénzből eldöntésre került, hogy milyen eszközök kerülnek majd beszerzésre. Az új eszközökkel a mostaninál előbb jutnának be a betegek például fizikoterápiás, ultrahangos vagy lézeres kezelésre, de rövidebb lenne a várólista a gyerek és felnőtt kardiológián is.